what you wanna do? I just wanna praise you. Yeah, yeah. You broke my chains, now I can't hear my name. Feel me? And I'm gonna praise you. What you gonna do? I'm gonna praise you. Yeah. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. What you wanna do? I just wanna praise you. Yeah, yeah. Sziasztok! Hello! Hello, szép estét mindenkinek! Szia, Csúni! Köszönöm szépen a követés celeb! Szia! Hello, sis! Szia, Nikó! Szia, Mazsi! Szia, Arnold! Hello, Benton! Szia, Noncsi! Szia, Martinus! Szia, Noel! Hello, Bandi! Szia, Moki! Szia, Hunter! Szia, Krempa! Hello, Michael, Zsombor! És Nejosan! Hello, hello! Köszönöm szépen, Jaci! Köszi, köszi! Szia, Jamel! Jó reggel! Jó reggel! Megébredtél? Mi kiegér? Mi ez a bujás póló rajta? Ne idegesíts már! Hát ez ilyen partis. Hát olyan vagyok, mint egy diszkópatkányos. Vagy? De te meg ne andagös! Hát... De minden reggel ezt mondod, most akkor higgyem el. Nem, nem mindig azt mondom, valamikor azt mondom, de szép vagy, cukorbuzsó, ez a leggyakoribb. Szoktam mondani olyat még, hogy nagyon szexi vagy. Most azt mondtam, hogy dögös. Változatos vagyok. Dögös. Egy megújuló energiaforrás is vagyok egyébként. Igen. Amúgy pont azt akartam mondani. Figyelj már! Vegyünk neked egy 46-os magas sarkut. Hát amúgy jó lenne. Vagy nem tudom, egy ilyen rugós talpot. Az... Nem tudom, gólyalábbal fogok járkálni. Van nálad innivaló. Köszönjük szépen, Bandi! Enni nincs. Ezek nekünk is felkeltek már? Oké. Hello! Én mi bajod van a szemüldökömmel már? Most ez kicsit tetováltatlan. Hagyjad már békén a szememet! Felelekedjetek már! Ez mindig a szemöldökömmel foglalkozik ez a nége. Mit foglalkozik olyan, a szemöldökével? Hát már nézd meg, olyan, mint hogyha mindig csodálkozna. Amúgy tényleg én is voltam már nekem, milyen szemöldököm van, Mazsi? Csodálkozok rajta, hogy mennyire hülye vagy napról nap. Hát mint hogyha mindig lopnék, mint hogyha... Mérges lennél rám, nem is tudom. Hát mi a terv mára? Nagy orru.
Megyünk kizérni Zuckerberg Joe, kirándulni. Csak nem ebben a pólóba. Igen. Yeah. Vagy jönnétek ti is? Hát igen, meg mi. Ja, ja utánatok. A kettő, meg igen. Kettő. Akkor igen. Csak a szokásosabb, menjünk randizni Zuckerberg Joe. Már meg izé, kint bücsköli Nikó a kocsiját, de hát nem érsz. Akkor gyorsan megszökünk, nem... Elbújunk előle, jó? Jó. Akkor felveszel valami felnőttes ruhát? Igen. Jó. Amúgy nagyon gáz. Mi ez a stillus? Állandóan beéget. Stillus. Stillus. Amit egy kulya. Ebből megyek, hogy a csipjerek szét a szúgyogok. Tudod, hogy nem menjünk Zuckerberg Joe-t, okay. Még nem voltunk. Hova? Itt nem messze van egy mocsár. Igen. És tudod, ahol össze kell rakni a port. Ott tovább megyük. Az nagyon izgalmas. Jaj, fel, az unicorn nem... port. Jó, oké. Okay. Igen. Vagy a Nikó elő. Hol van Nikó? Ott szereli a kocsit. Látod szerintem, meg nem hallott. Szia Nikó! Jaj, észrevett. Nem akartak észrevenni amúgy, csak tudja. Dehogy nem! Szia hát Nikó! Akkor mi egyáltalán köszöntem volna. Szia Nikó! Már megyünk. Igen. Hát valami terepjáróval. Akkor mondjuk a tiéddel. Nem, mert itt hagynak, tedd le az autóba. BMW, vagy melyik? Aha. Jó, csak kicserélted az égőt, mert kiégett az a szar. Azt a motort háztető. Most ez akkor hova megyünk? Minek? Szellőzik. Mit tudom én, valami mocsárba akar elvinni. Igen. Szerinted úgy olyat össze, mint aki mocsárba készül. Hát akkor ennyire mehetnénk a izével és a velocival. Mi is megyünk. Menjünk az új BMW-vel. Igen, az újat ki kell próbálni. Hát de tiszta kosz lesz. Kell szállni? Vagy mi? Még nem találom a vizét. Pillanat? Nem fogadjuk, megint szarnia kell. Hopp, amán egy ablak sötétítés, ki se látok rajta. Csóng. Foglaltad el én? Csokolom. Itt van mama. Megkelt anyád is. Szia mama. Szia anyja. Anyáztak. Csokolom. Köszönöm szépen a követés. Hogy tetszik lenni? Menjünk kirándulni a mocsárba. Szia anyu. Na, ha itt tudtam volna, nem jövök. Szevasz fiam. Jamar utasod. Jaj, anyom. Ez nem igaz. Igaz. Vissza neki. Most mibe akadtunk meg? Nikó? Megvan? Szerintem igen. Nikó? Nyiske csomag tartott. Aha. Jaj, jó lenne, ha kinyitnád, amúgy már akkor még látnék is valamit. Az kit érdekel, hogy te látsz valamit. Hát jó, de nézd meg mekkora csomagtartója van. Hát. Szia, Nikó. Köszi szépen. Ott fekszik hátul mazsikba. Miskolci szimfoparba. Kit érdekel a Nikó? Miskolci szívóparban nem látnánk. Na de mit csinálunk a mocsárba? Kirándulunk Zuckerberg Joe. Van ott egy szép patak. Szavirózsát. Erre kíváncsi vagyok. És ott van valami kaja? Nem tudom. Majd horgászunk. Biztos van ilyen lángosozó. Anakonda. Büfékocsi. Igazából itt van. Csak a túloldát. Hogy megyek oda? Hát ide miért jöttünk autóval, bazd meg. Jézus Mária. Ez egy jó kérdés. Mert magas sarkon vagy azt mondjátok, hogy legyalagolok itt. Gyalagolsz? Aztán úgy átmegy a vízen a kocsi. Jaj! Sekély, aha. Csak menj egy kicsikét beálljabb. Isten, mi történik? Ránkutózok itt a csomóban. Igazából mehetünk, de szerintem én kiszállok. Igen, én is szeretnék így visszállni. Ja, kiszállunk. Csomiba. Biztos? Én elhúzom a cipőmet, beteszem itt ide most? A izébe. Hát ez a mocsár. Hát asba. Menjünk beljebb? Kocsival egy kicsit? Mi ez a susnyásdé? A fehér Nike cipőm, ne! De várjál Zuckerberg Joe. Nike cipőd! Én elsüppettem. Nekem is a Jordan. Miattad? A lyukam összeszűkül, mert belecsíp valami bogárhoz, bedagad. Itt a vizet is lesküszöm neked, hogy megölt. Hogy mélyre a csipni sem megcsinál. Akkor se szükülné be, mama. Hát nem tudom, miért megy bele a fekete. Na menj, hát megy mi is. Hát de most akkor hova mész? Ó, a brand tegyen meg. Igazából a patakot kéne követni. Erre még van a jó, patak? Hogy fehér ruhába jöttem. Hon van itt patak? Most már fekete lesz. Hát ez a mocsár, ez nem patak. De ez Isten patak. Isten fasza. Így tudom, nem is jövök.
De azért én találtam ki. Utolsó pillanatban gondolkoztam, hogy ma találkozzak-e veletek, de... Akkor a hínában így telementem volna. Hey! Ennyi szúnyog van itt. De ha engem most megharap egy béka. Az nyilván meg fog harapni, Jem. Mi ez a szar? Tőled a béka hamarabb belugrik, amikor meglátja, hogy milyen csúnya fekete vagy. Az igazság, mi mamával félünk a siklótól. Ha tekergőzik a vizem, meg ilyenek, ugye mama? Hát ez Jamal tudja tanúsítani, hogy mennyire félek a siklótól. Mi van itt sikló? Van, akad. Hol? Az a milyen mocsárszag van itt. Csúszott előtted. Húj. Hát én nem látom. Arra nem menjünk, Zukorborzsó. Majd behettünk volna kocsival beljebb, én szerintem. Na mindegy. Azt mondtad, hogy ahol csináljuk a port, azzal tovább. Még ott nem csináljuk a port, annál tovább is megyünk. Hát ez nagyon szomorú. Menjünk seggem a túloldalra. Mert ott csináljuk a port. Na, hogy nagyon el vagy magadtól áll, jó van, Nikó? Mert milyen olyan, Nikó? Mi van itt? Azt mondja, hogy nagyon jó a seggedben a nadrágban. Hey, Nikó! Te mit beszélsz? Sajátja. Megfogod Danilnak a nadrágját, mert én biztos nem koszolom össze ezt a nadrágát. Édik, itt van valami hely. Ja, nem tudom. Finámban bemennek az evihalak. Úgy látom, most nem csatolódik ki ez az övek. Kurva. Ti! Mit találtál? Egy ládát. Aha. Vagyis nem találtam semmit. Aha. Ah. Itt volt véletlenül egy... repülő! Ilyen repülők. Egy majd tavirózsát? Mi van az? Tavirózsát. Egy pillanat és jövünk, menjetek addig. Hova menjünk, geci? Arágba! Menjen az iszap! Zaszici, hogy a cigánytelepen vagyunk, hogy fürödni jöttünk. Tessék! Mi volt az? Egy kincses láda. Mazsola mondjuk terát, mondjuk pont rá. Úristen. Most mi legyen vele? Biztos, hogy igaz? Megnézed? Nézd rám, hát én nem vagyok. De add vissza. Jó. Ó, mióta megjött a menstruációd nem fülöttél le, hallott olyan szag volt, mint hogyha halkonzervet nyitottam volna fel. Mi ez nehéz, Zukorborzsó? Dugd el, dugd el. Jó, itt van, bedugom a hasam alá. Vagy mi? Polom van. Alá, vagy a... Első van. Hát de ez alap. Most akkor nem mi legyen? Nem tudom, hogy igaz ilyen Zugorborzsó. Fogalmam sincs. De hogyha ez igazi, akkor izé, nagyon gazdagok leszünk. Apád be tudja vizsgálni, nem? De neked is érteni kéne hozzá, te zsidó. Hát ránézésre, arra, de lehet, hogy valami izé volt itt. Számháború, aztán ez volt a földi, ez műanyag az egész. Na jó, nem tudom. Kérdezzük meg ezeket, Nikó, az ismeri, tudod, a trombiterezet hordja, mindig ő csak meg tudja különböztetni, nem? Hát nézd meg én is. Srácok! Srácok! Lányok! Mi van? Igen, tessék. Találtunk valamit. Én! Zugorborzsó, talált szia, valamit. Botont, hello. Sikló. Szóval teljes mértékben előre elmondom, hogy ez az övé, mert aki találja, azé. Igen. De nézzétek meg, hogy mit találtunk. Itt egy kincses láda. Ne nyújj hozzá, Jamal! Ne nyújhatok hozzá, csak itt lerakom. Már kevesebbet fog élni hozzá, nyújsz össze a rozsdás láda? És hogy szerintetek ez igazi, vagy hamis? Várja, nem látom, mert rossz a szemem. Hát, izé, nekem van ilyen gyűjteményem, én ezt hogy vigyem már haza. Nem. Nikó, te meg tudod mondani, hogy mi a trombita réz, nem? Ja, ez szerinted réz vagy arany? Hát bocsánat. Ez a papa vasazni jár, szerintem ő meg tudja mondani, de viszont most nincs itt. Hát én haza kell, hogy ma menjek, szóval el tudom neki vinni, semmi. Visszahozom, nem kell elvinni, ismertek, nem kell. Vedd fel, Zugorborzsó, szerintem gyorsan. Szerintem, igen. Jó. De megemelhetem, megnézem, súlyára megmondom. Á, adjad mama, belerecsensz. Ez arany, More, ez arany. Azt kell, hogy mondjam. De van egy ismerősebb amúja. Volt még egy kis problémánk. Lehet, hogy én is mondom, egy picit meg tudja mondani. Hozzá, Zugorborzsó. De várj, ingyen mondja meg. Hát fizetni kell érte, vagy mi? Nem, tartozik apának. Igazából bemondom apa nevét. Nem nekem, apának. Ki? Kicsoda. Igazából, hát van egy ismerős apának. Nem maradt erre semmiről. Zénél, kaszinónál, aki ilyen műkincskereskedő. Uh-huh. Aha. Aztán na hozzá jó. Tudjuk vinni, hogyha... Ki? Okay. Úgy van. Még úgy nem mentünk messzire. Tovább fog tartani? Hát jaj, ameddig tart ez az egész dolog, addig jaj, fog, tízig tervezem. Ilyen túl vékony anyagból van a nadrágod, mert így átvágó bugyit rajta, nem baj? És? Nem, nem jó a bugyim? Hát nem, csak egy üzé. Nagyon nem jó. Szó, jó, bugyim. Most... Igen. Vegyem le jó, nadrágot? Csak így a
Jó, nem mondok semmit. Ne fedlezzük, Korpocsú, tökéletes vagy így, de igazából le is vehetted, ha szeretném. Aha, a legint baszna. Vigyelek, várjál, mit nem. Nem. Miért? Jó. Amúgy tényleg megint baszos vagy. Nagyon szexi vagy. Levennéd a bugyit, hallod, már csak azt vennéd észre, hogy már rotyogsz. Bukáig nincsen a magas sarkúból kint, sárbú, de magas sarkúban van ez a nő, meg... Azt meg így is megbaszna. Mocskosan is jó az. És most... Valamik! Jamika! Niko! Niko! Rádugjuk egy siklót! Niko, Zugorbozsó előtt sétálj! Jó? Hát itt is sétáltam mellette 30 méterre. Ez senki a tiéd, te! Nagyon rú. Vigyázz, mert kiszúrja a szemedet az orrával, Niko. Hát azt tudja amúgy baszni. Azt Niko, te veled meg mi van? A barátnődnek a nadrágját vetted fel? Mi szintű nadrágját? Látod, milyen jó seggem van? Én mondtam még. Hát nincs egy jó segged, ez esküszöm neked, azt hittem csőbuzi vagy. Aha, megy az itt az autó. Fehér nadrág, nagy pászos nadrágok. Hol az autó? De tényleg. Nem is láttam a kocsit, akkor a susnyás van. Még de Lenáról rád maradt, vagy mi van, Niko? Aha. De. Egy-kettő, hopp. Aki nem lép egyszerre. Most nem kapok lábgombát, akkor sose. Ez elszaladt. Bola nem találja az autót. Mondjuk én se láttam első. Így, ez benyelte félig. Hát itt van, nem? Most kajakra nem látja, szerint. Bár egy kicsit meg kell tolni. Én meg őt nem láttam. Én sem láttam. Ott futkározik hátul mögöttünk. Istenem. Ad neki én tegessetek már neki. Matia, ad... Ja, Istenem, de kis béna. Itt vagyok! Erre jövök. Nyomjad neki. Csak szolidar. Erre! Elfáradtam még. Itt terve! Ja. Hát, ugye mást kerestél, és nem a kocsit? Igen, a cipőfűzőm leesett. Aha. Elakadt? Igen. Hát egy kicsit begyelte. Aha. Jaj. Ah. Hát ilyen hétfői napom volt. Igazából a gyamátodat sem járunk. Erény már innen. Milyen lustak. Az olyan, mintha... Takarodj már! De hátul már nincs hely, hova de akarsz beülni? Ugye elfelelt. Anyilag. Testileg. Beülné mi nagy jól, csak nincs hely. Hát igen, ez szomorú. Gyere, itt a csomiban van még, itt elférsz. Jó. Te ez most az orrod nyom engem, vagy akkor a zseblámpád? Hova menjünk? Valami kaszinóhoz. Kaszinó. Jelöljem neked? Lényeg. Oké. Okay. Nem kérdik felvágni, no. Csinál, mint aki ismeri a terepet. Ennyi, Dávid. Telefonon nézem a izét, a csípést. Majd elmúlik. Valamit elkötöttél, aminek a nyúrok nem szóltál? Nem. Ez már... ez még a Nokia, amit adtál. Nokia. Nokia? Nokia? Jamal, de következőnél, ha menjél fel. És csodálkoznak, geci, a férfiak, hogy miért szólunk mi nők bele a vezetésben. Annak a Nokia-nak már olyan zsíros a gombja, mint nagymamának a TV kapcsolója, nem? Há. Kicsit. Te figyelj már krumpliort, te fürödtél, vagy? Hagyjad már krumpliort. Nem tudom, olyan fura iszapszagja van neki. Leváncsak, kap be neki. Láttam, hogy nézd meg, hogy a fasza is iszapos-e. Hát tuti amúgy, ha benyeltet időig. Az a bolond iszap. Meg az iszap is. Hát saját magadnak szóltál be. Azt mondja, hogy mi van az ne, Jamal! Jaj! Jamal! Úristen, mit csinálsz, Jamal? Hát nekünk jött, nem láttátok? Ki majdnem nekünk? Kiestem a csomiból. Hát nekünk jött a izé. De mi? Hát a szikla. Hát dolgozik az urám. Yeah. Jaj, és kőműves vagy. A bandi. Bocs. Zsugorbos. Jó, tesz a bandi. Igen? De ha... Tényleg igazi, akkor a miénk lesz, ugye? Igen. Kettőnké. Csak a miénk. Mi? Mi azt, hogy a kettőt a két hányan találtuk? Akkor ez öljük, vezetek. A gyermekem nem ölhetem meg. Öljétek meg ti! Nem. Hatonké, mert haton találtuk. Kitölünk meg? Igen. Nem tudom. Nem. Kaphattok belőle egy...
Fülbevaló. Zsidó. Ez a rendes vagy. Attól függ hány grammos. Hát el kell osztani. El kell osztani. Tesóm, el kell osztani. Nincsen idő. El kell osztani rendes. Itt nem figyelj, mivel egy szenvedtünk, mikor elbasztad az összes pénzedet, akkor, hogyha nyereség van is velünk van. Basszus, ez mekkora lenne, kifizetném a villát belőle, köszönöm. Meg az összes tartozást, és nagyon gazdag. Szálltad a pártnak a sok pénz? Nem, hát azt a sokat már nem bírná visszaadni. Erre ne rakd. Nem raktam. Adom Niko, akkor gatya. Ja, kiszállok. Kiszállhatsz. Nem látom. Rakjam ide a csombiba, vagy hozzam magam? Én bevizsgáltatjuk. Jó napot, hozzád. Jó napot! Halló! Ja, jó napot! Én azt mondom, ez nem tűnik. Végig köszönjük az egész sort. Bazd meg! Jó napot! Te vagy apukámnak az ismerőse? Igen. Műkincskereskedő? Így van. Benton Wright vagyok. Tiszteltem, Tom. Igazából apa azt mondta, hogy jó barátok vagytok, és bármit megcsinál, amit szeretnénk. Pulykázás, semmi. Elmondom neki, mikor Bozsó, mi a helyzet? Szóval, onnantól kezdve, hogy lenyomtam a kilincset és kiléptem a szobából? Vagy rövidebben? Nem, a mocsártól jó lesz. Jó. Mocsár? Lényeg, elmentünk a mocsára kirándulni, Benton Wright jó voltából, mert ilyen eszes, és akkor hát... Akkor azért van ilyen szaguk, értem. Igen. Nem, mert nem mostam meg a lyukamat oxigén fresh-sel, azért. Szóval... Elmentünk a mocsárba, és belesétáltunk, és majdnem átbotlottam ebbe a szép ládába. Látja, itt van? Látom. Ki tetszik nyitni esetleg? Nem. Belülőre. Nem. Ha nem nyitom ki, csak úgy. Mi a jelszó? Nem szabad kinyitni, mert beszippan. Mi a jelszó? Jelszó, hát milyen jelszó? Látnom kéne, hogy van-e benne valami, hát hogyha macsárba találták át. Az, hogy kérem szépen. Ja, hát akkor kérem szépen. Hölgyen. Még most akartam elküldeni a SMS-be, de mindegy. Hátra billentem. Nem így. Hanem mint egy profi. Vizsgálja meg. Arany. Akkor nem nézheti. Hát nem így van benne. Arany. Na szóval, hát akkor itt... Nem nyúlok hozzá, mert nagyon szép darabnak néz ki. Szerintem se nyúljon hozzá, mert veszik az értékéből. Hát az pláne így van. Na, nézem. Hát ez egy nagyon régi szép darab. Ez az az igazság, hogy ez egy régi indián törzstől származik. 2600 évről, ezelőttről. Hát akkor az őseimé, mert ugye cigány vagyok. Úristen, de szőrös a fejed. És viszont az az igazság, hogy én azt mondom maguknak, hogy nagyon fontolják meg, hogy mit csinálnak ezzel, mert én azt javaslom, hogy adják oda az államnak. Nincs. Az lenne a legjobb dolog szerintem. Uram, hát most találtuk, hát azért gazdagok leszünk ebből. Hát de, ha nem akarnak egyéb bajt, vagy bármit, inkább én azt uram, mondom. Hát a pénz az boldogít. De jó, fontolják meg magukat. Egyébként, uram, biztos vagy eredeti? Ezt hadd kérdezzem már meg. Ez 1100 régi. Régi indián törzsről származik, 2600 évről ezelőtt. Így van, ja, eredeti. Hát akkor az mennyit ér? Az nagyon sokat. Annyit tudok mondani, hogy... Nagyjából, hát ilyen 100-200 millió körül. És maga meg tudja nekem mondani, hogy miért ilyen drága az arany? Hát mert ez ilyen különleges. Mitől különleges az arany? Attól, hogy mi hordjuk. De most ebben az esetben én se értem. Nem, most hanem maga az egész. Az arany, Nikó? Nem. Hát nem de azért az drága miatt. Az arany, mert mi hordjuk. Érted? Tőzsöm, mitől? Te tudod? Igen. Mitől? Most figyelj már, Zugorbozsó. Hogyha a kavicsból pár darab lenne a földön, akkor az is drága lenne. Úgy gazdagok lenni. Igazad van. Most vagy bele gondolok. Igen. Jó, szerintem nem olyan könnyen elérhető. El kéne adni amúgy. Meg egy picit csillogna. Érted? Igazad van, tehát azért mert ritka, meg mit tudom én. Igen. Ezért sokat ér. Srácok, szerintem adjuk el ezt a pót. Szerintem is ne hallgassunk rá. Köszönjük uram akkor, hogy megmondta. Legalább lesz egy eredetiségvizsgálatot? Igen. Mondjuk az eredetiségvizsgálat kell. Arról egy papírt tudna most itt fürkantani?
Persze, tudok firkantani. Te firkant nekünk is, akkor eredetileg. Leo, van bátyja. Egy tanúsítványt. E-mail beelküldi, vagy papíron? E-mail beelküldhetem, úgy gyorsabb jó, igazából. Akkor Benton... Diktáljam? Diktálhatja. Benton nagykukat. Nagykukat. Nagy kukat. Nagy faszú. Benton nagy kukat. Az várja most. Ja, nagy kukat. Benton nagy kukat, kukat. Dik, hány kukacod van? De második kukat. Várjon, Benton nagy kukat. Kukat. Hát ez a Pali, ez még engem is felülmúlik. Kis kukat is jó. Azzal is lehet egy cirkus csinálni? On. On nem. Hát a barlangba. Lehet vele csapkodni a falat. A valamik barlangba, igen. Köszönöm. Köszönöm szépen a költést, hello. Na megvan? Már is. Jó. Jó. Te mit teszel állandóan? Amúgy ez az egész a Peszel Mazsiter. Jó, Benton lehet, kukac. Benton nagy kukac, kukac. Benton, az kicsivel egybe. Igen, Benton nagy kukac, kukac. Gmail.com. Ez az erővel már miért nem csináltál csak kukacból álló izét? Benton nagy kukac, Benton. Nem, Benton nagy kukac, kukac. És kukac. Az is betűvel kiírva a nagy kukac, érti? Lehet, hogy jobb, ha te e-mailedre küldi zugorbúzsó. Jó. Benton nagy kukac. Kukac? Kukac@gmail.com. Ha more, a ládát felütött becsülni írni, meg nem tudsz, hogy hogy van ez? Hát azért ez egy nem hétköznapi e-mail cím. Hát az kérem, biztos nem. Inkább úgy kellett volna, hogy nagy óru, Benton kukac. Nem. Igen. Benton nagy kukac, kukac. Na Benton nagy kukac, kukac, kukac. Nem. Minden? Küldjed meg a gondolatokat. Két kukaca van. Csak két kukaca van. Vagy hány kukacod van, Dik? Tesó, hogy áldott meg a jó Isten kukacokkal? Jóha? A virges. Várj. Ó, uram, ne idegesítsen. Betűzzem el? Hm? Betűzzem le? Megvan. Benton, nagy kukac, kukac gmail. Azaz. Azaz. Meg is jött. Megjött. Na, sikerült. Megjött. 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 Igen, köszönöm szépen. Nincs mit. Válaszolom, hogy megérkezett, köszönöm. Jó, van, mi menjünk. Jó. Minden jót, uram. Én ezt megtartom szerintem. Maguknak is jó fontolják, ha még egyszer, hogy mit tesznek vele. Ó, mi baj lehet, ha te már több éves, akkor már biztos meghaltak a gazdái. Hán. Igen, szukorbezső? Jubi! Nekem van egy gondolatom. Ajajajaj, ez faj. Ajaj. Reggel is így kezdődött. Álló gondolatom? Ajajajaj. Visszamegyünk a mocsárhoz. És? Ja, semmi. Azt csak úgy mondtam, hogy folytassuk majd a túrát. De... A lónak a nagy faszát. Ja. Mi? Igen. Biztos, hogy nem megyek a cipőmbe még és oda. Biztos, nem megyek oda. Melyik és üljünk már le. Hát üljünk Batilla. Köszönöm. Azt hova és mi az asztalra? Na igen. Jó. Ja, nincs szék. Ott hát... van szék. Dig. Igen, de. És? Hogy akkor mit csináljunk vele, ezt akartam kérdezni. Én megtartom. Tartsuk meg szerintem. Na most, ha már több száz éves, meg mit tudom én hány éves, akkor már nincsen gazdája. Most én leszek gazdája. Hát de legyünk már mi. Köszönöm szépen mi a követést. Mi vagyunk a gazdái. Ja. Mi vagyunk a gazdái. De mi az, lenne, hogy mi? Hát azt, hogy nem tudjuk, hanem hogy mi. Hát közösen eladjuk. Találtuk. Nem, én estem át majdnem rajta. Hát én meg, hogyha... Nem vagyok ott, akkor nem látom. Hát akkor érted, nem tudok szólni. Mi? Mi? De mondom, mi? Kaptok egy-egy fülbevalót, és akkor azzal úgy kiegyezünk szerintem. Jó? Nekem Fuchsot adjál testvérem, mert fülbevaló. Kell neked a brantott Fuchs, ott van nyakadban a trombita réz. Fuchs kell. Ez nem trombita réz, én vallásos vagyok. Ez most a vallásos Jézus nyakláncom. Szeret. Igen. Ha nem vagy itt. Igen. A golyózott. Ráfigyel. Na jó, van, akkor szerintem zugorbozsókat tartsuk meg végül is, izé. Mi baj lehet ebből? Jó, el kell adni. Kell a mi baj lehet belőle?
Köszönöm. Egy kis időugrás, srácok. Köszönöm szépen a követést. Hello, hello. Időugrás van. Zuckerbarzsó! Igen? Zuckerbarzsó! Mondjad! Ébresztő! Kicsit elbambultál, jól vagy? Jól! Na, örülök, hogy szépen kiöltöztél, akkor lassan indulhatunk, átveszem én is gyorsan az ünneplőmet. Hova megyünk? Most értünk... Hát tudod, eseményünk lesz az Unicornban. Most értünk haza? Honnan? Hát voltunk kirándulni. Kirándulni. De milyen esemény? Már egy éve biztos nem voltunk. Mióta Kamilla nagy, azóta nem nagyon tudunk így elszakadni, mert ezért vigyázni kell rá jobban, meg Kamilla nagyobb? Hát persze. Mindjárt átöltözök, átveszem az ünneplőruhát. Hol van Kamilla? A szobájában. Annyi, hogy nem nagyon akar jönni. Tudod, lázad megint. Jó, felveszed az öletbe, azt hozod. Ölembe? Igen. Zuckerbarzsó, hát hol bírom én már rá? Van vagy 40 kiló? Kamilla. Hát mi meghízott? Egy éjszaka alatt meghízott a Kamilla. Nem egy éjszaka alatt, hát... Milyen egy éjszaka Kamilla? Alatt? Kamilla! Hát... Szia Kamilla! Ébresztő! Szia! Kamilla? Ez Kamilla? És hol van Kamilla? Itt van Kamilla. Szia anya! Jaj, megint itt van a nagyorú bács, Istenem! Hívjál csak apának szépen! Nem! De, biztos, Kamilla! Biztos, hogy nem. Elég nagy vagyok már ahhoz, hogy nem hívlak apának. Ó, mert izének fogsz hívni bácsinak lassan, mi? Apának. Aj, nem fogok én apának hívni. Na, öltözködj te is! Apának. Sminkeld ki magad, és akkor indulok. Sminkelje ki magát! Úristen, láttam valamit a Twitteren. Ja, nem sminkeled ki magad? Mikor nőttél meg így? Anya, te mit vettél be? Már el... beszélsz anyáddal? 14 éves vagyok. Mennyi? 14. Elfelejtetted a születésnapomat? Nemrég holnap volt a lesz. Vagy most lesz, igen. Apa! Jaj! Tény... Na jó, most... Holnap lesz tényleg? Én tudtam, nem mit fogok felejtettem kapni? El. Valami nem stimmel. Megígérted, holnap hogy holnap egy iPhone-t fogsz nekem venni? Igen, iPhone 18-at megveszem, persze, igen. Drágám. Rosszul jaj. Érzem magam. Mi a baj, Zuckerbarzsó? Úgy érzem, mintha kihagytam volna 10 évet. Anya, lázas vagy? Hozzak neked valami gyógyszert? Igen. Hozzak valamit, Zuckerbarzsó? Megnézem, hogy van-e valami. Zuckerbarzsó, mikor nőtt meg így a Kamilla? Hát, folyamatosan nő. Adtunk mint neki a gomba. Valami tavaly izé... még... Tavaly még valami izé volt. Okosságot? Vagy mitől nőtt meg így? Tavaly még 10 centivel kevesebb volt igazából. Úgyhogy... De jó vagyok, semmi bajom. És na, mi ez az esemény? A... Milyen esemény? Indulunk a Vanilla Unicorn 10 éves... 10 éves? 10 éves. 10 éve nyit vagyunk, Zuckerbarzsó. Úristen, hol egy tükör? Hát tavaly hol volt egy tükör? A fürdőbe. Zuckerbarzsó, ráncos vagyok. Ráncos? Nem. Hát tavaly voltál botoxolni.
Szép lett, Zugorbozsó, nem mondjuk el senkinek. Ugye ezt verjen ki, a verjen ki. Hogy mondta tíz, hogy botoszoló? Tükör sincs, leszereltetted, biztos nagyon ráncos vagyok. Ha mi a ráncos vagyok? De mindig szép vagy. Ez mondjuk igaz, ezzel nem vitatkozom. Apa az ezért, már dudáltak. Más tészta, az mindig ki rondom. Dudál? Hé, Kamilla, elverem zsidon a picsádat. Zsidon néz ki állandóan. Nem tudom, szerintem Nikóik megjöttek, jönnek ők is. Ja, Nikó vezeti a kolorádói unikornist. Akkor biztos, unikornist. Hogy azt is tudod, ugye? Franchise lettünk, franchise hálózat. Én és most akkor fő unikorn... beteg vagyok? Valami izin volt? Miért nem emlékszel semmire? Hogy mi a baj? Mint hogyha tegnap lett volna 10 évvel ezelőtt. Ja. Hát 10 évvel ezelőtt Zugorbozsó az már nagyon rég volt. De Kamilla még csak 4 éves volt. Jaj, mikor volt már az? Hát ja. Nem tudom, mi van a... Csókolom! Mama! Úristen, mama, te még élsz? Szia, Kami. Szia, mama. Most azt miért mondod, lány? Hogy ne élne? Hát még csak... Mama, szerintem... Emlékezetkiesésem van. Lehet. Úristen. Cukorbozsa amnestiás. Megérted, hogy költözzek vissza még múlt. Biztos, hogy tegnap abba adom neki valami amnéziás cukorkát. Túl sokáig szopogatta. Rágó gumit. Mert nagyon dudálnak, kinyitom már. Ja, Csaba. Rágó gumit, persze. Tessék. És ki halt meg? Gyertek. Halt meg valaki, Zugorbozsó? Tessék? Valaki meghalt? Hát... A 10 év alatt. Mikor? Csaba! Ja. Szia, Csaba! Szia! Igazából... Hello! Csaba is ráncos, úristen, de jó, Csaba ráncos ez az. Készülj! És Mazsi is. Lóg a csecse, jaj, de jó. A későn, mi ez 31 vagyok, hát még hova lennék ráncos? Hát te, igen. Mikóta meg mindig csúnya vagy. Jó, hát köszönöm. Mondjuk te már 54-esen inkább anyagód magad. Jaj, hagyjad már magad, buzibogár. Mazsi, te nem botoxoltattál? Nem. Ha látszik. Sziányú. Egy mellett, hogy is nekis Topi. Ja, Kamilla. Jaj. Te szólsz hozzám? Amikor megnézem mondtam neked... gyorsan itt a hajtóművet. Kamilla, nagyon fehér vagy. Hát... Jaj, gyere, apa, csak itt az kicsit éheztetett. Úristen, megnőtt ez a kisjány. De legalább de jó anya, tegnap még... Megjött már a bajod? De most miért mindenki előtt égesz le? Úristen, anya! Jaj, Kamilla, most mama, ne csináljad. Mama, megjött már a baj a Kamillának. Családba van. Ó, még 10 évesen dikatem. Ezt a fád megvéd, látod? Nagyon sovány kisjány vagy, úristen. Ja, mondjuk kicsit hízhatnál, Kamillkám. De jó, kis ki van mellyesedve? Kicsit meg melleket. Ha ki vagy mellyesedve, jányom? Meg segít is csinál. Igen. De valami hát normálisabb ruhád nem volt amúgy? Most ez jó, az ez új divat, most... És mi ez a rózsaszín szín a hajadba? Ki engedte meg, hogy befesd a hajad? Apa engedte meg. Én. De te is azt mondtad tegnap, hogy nagyon jó lábam. Hát amúgy. Én azt mondtam. Igen. Igen. Nem emlékszel rá. Zugorbozsó. Tessék. 10 év alatt volt még ilyen dőkitörésem? 10 év alatt? Aha. Hát volt egy-kettő, de igazából semmi egy-kettő? Komoly. Egy-kettő? Igen. Egy-kettő. Hát ez nem olyan sok. Nem olyan sok. Máskor napi szinten van. Kamilla, már megint kispinkelted magad? Jaj, nem mondta neki amúgy, hogy spinkelje ki magát, tényleg és mi ez mondtam. A rózsaszín haj, amit megengedtél neki? Ledörököltem a zsidó orromat, jó? Nem mondtad Zugorbozsó, hogy tetszik neki. Akkor hagy hordja. Hát én elhelyeztem. Tegnap mondta. De ne zsidózz már, Kamilla, hát hányszor mondja már kiskorodban is, mindig elmondtam, hogy... Izé, ez is? Már apa rajtad marad. Jó, de most legalább már ki tudja mondani, érted? Mert mikor kis szaros volt, akkor nem bírta ki mondani. Ne legyél erre büszke, érted? Kamillám, haladsz a suliba? Még nem irattak be anyuék, képzeld. Így viszont... Kell bennem kell a nagyon rohovás időmet. Figyelj már, amúgy Kamilla. Hogyha... Barátod van-e? Igen. Igen, van, és nem sokára ideér. Barátod? Igen. Apa megengedte, hogy legyen. Apa megengedte. Igen. Igen, elég sokat megengedett neki. Nagyon sok mindenről lemaradtam. De tegnap is azt mondtad, hogy új, de jó, hogy jön. Meg akarod ismerni. Én meg akarom ismerni. Hát igen, persze, hogy meg akarom mondtad. Ismerni. Beszélni is akarok vele. Kettesben. De anya, ne csináld ezt. Fogok vele beszélni. Mama, ki engedte meg neki, hogy csávója legyen?
Úgy csinálsz, mintha te már nem óvodában kis izé, műanyag motorral szaladgáltál volna csávók után. Hát hogy ne lenne már neki 14 éves? Ez aztán. Kamilka? Hát, elmegyünk látod, a babába a hétvégén, Kamilla. Igen, menjünk. Szia, pont zárva vagyunk. Hello. Na, helyes. Kamilla, te maradj itt. Te barátod, Kamilla. Ja, úgy látszik, Kamilla, megjöttem. Kamilla nincs itthon, pont. Kamilla itt a barátod. Úristen, szia. Nem, itt vagy. Nem, szia. Hello. Zugorbozsó, ki ez? Engedjétek már be. Fiú. Engedjétek már be, hogy nézzem már. Szia, Zugorbozsó, ki ez? Anya. Ez Kamillának a pasia. Hogy is hívják? Hogy hívnak? Stefan. Joe vagy John? Stefan. Stefan, tényleg. Úristen, figyelj már. Stefan. Igen. Figyelj már, te fel. Hány éves vagy, fiam? 19. 19 vagy? Na ülj be abba a kocsiba, azt húzzál erre arra, amerről jöttél. Kamilla már 15. Dorci néni, nem emlékszik rám. Úristen. Egy nap még megkérdeztem neki. Róla képet de neked, Kamilla, és azt mondtad, hogy nagyon helyes. Ez nem hozzád való. De azt mondtad, hogy nagyon helyes. Mi ez az öltözködés? Úristen, mit hoztál nekem? Na tedd el, hát jaj, de szép. Nem na jó van, azért ne esd túlzásba, Stefán Gek... Stefán... Dik. Ondó, figyelj már ide, Stefán Ondó. Elvettem egy darabot belőle, a többiek megtartottak. Darabot nekem belőle. Figyelj, ment a kisfiam. Kamilla, ilyen szintre süllyedtél? Miért? Azt mondtad, hogy nagyon helyes. Kamilla, nincs sok pénze, nézd már rám, milyen kis van. Köszönöm szépen a költést, hello. Mi az a szekér, ez honnan kukáztad? Mondtuk neked, hogy csak pénzes pasival. Hát most de ez jön. Milyen lepukkancsa? De már lefeküdtünk egymással. Lefeküdtetek egymással. Micsoda? Ezt mondtam is neked tegnap, és neked is apa. És azt mondtátok, hogy Úristen, nagyon eldobom. Igen, azóta szobafogságban vagy. Figyelj már, Stefán. Mondjad. Férfivel voltál már? Szabadságban került tegnap, tudod, ezt megbeszéltük. Mm. Nem jön ki egy hétig. Miért? Te felkészítetted már erre? Istenem, hát ne, én se tudtam. Nem megyek sehova. Hát mondjuk még te se vagy felkészült. Én megmondtam még Kamilla kicsinek, hogy... Igen. Kamillával leszek együtt, nem emlékszik? Mennünk. Figyelj már, Stefánom, elég jó nézel ki. De ti egy szobában és egy ágyban voltatok? Igen. Tudod mit? Szépen ülj a kocsitba. A bácsi, aki tám mellettem elvágja a torkodat. Beül szépen a hátsó ülésre. Állj, Nikó! A pofádat, három. És, kettő. Nem, szóval. Nem mondok, hogy mit csinálj. Egy. Kicsinek sem, amikor kicsi voltam, akkor sem voltál nagy kemény sárkó. Na, Stefán, Kamilla, üljél be szépen a kocsiba, megyünk. Aj, de nem akarok, hogyha ő nem jöhet velünk a dolgunk van. Annyit mondhatsz neki, hogy szia. Majd megbeszéljük, jó? Feleked, szia! Semmilyen csók. Nincs. De adok neki. Nem, nem adsz neki. Nem. Stefan, ülj be abba a kocsiba. Stefan bepálott a zacskó. Azért nézzük már meg, hogy jó csókol ez a csávó. Hát nem, nem jó csávó, nézd már, milyen kopott farmerban van. Stefan, hallod, ezt máma, ezt még beverem neked. Még le van 20 vanadra. Nem vagyok meleg még mindig. Hát ahhoz nem kell, hogy meleg legyél. Én megkívántalak, az bőven legyél. Apunak volt még régen ilyen boxer. Kamilla, engedd csak el! Kamilla, na jó, elég volt, erigyél hazafele. Kajak, elverlek. Jövőre se gyere vissza. Ne engedted meg neki, te, nagy orrú. Nem, zugorbozó. Anya, te is megengedted. Én biztos, hogy nem engedtem. De igen. Valami pénzes pasit hoztál volna. Nem megy el. Na, erigyél innen. Feltétlen, majd csörög rám. Majd visszamélek. Köszönöm. Majd rád csörgök én. Kamilla, te szobafogságban vagy, nem mész sehova. Amúgy Kamilla, első pasinak tökéletes. Ugye, én is ezt mondom. Na mehetünk. Jött volna inkább biciklivel, Dik. Gyorsan az unikornba. Hogy tudtál ilyen szintre süllyedni, Kamilla? Kamilla, majd gyere köszönöm már. Köszönöm szépen, hogy odaérünk a... Nem nyílik ki az autóba. Nem nyílik ki az ajtó. Nikó, ülj át a csomiba. Szia. De van ja, még ott egy mamának letöltötted múlt hát, a Tinder applikációt. Szóval... Azt azóta állandóan pittyeg össze-vissza. Majd írogass már vissza, hogyha valaki írt meg. Tudod, intézd el azokat a rendezvúkat, azt mama elmegy rája. Jó. Milyen rája? Megbeszéltük. Rája. Kamilla, hey. Ugye te nem használod a Tindert? Anya, amíg te raktad föl. Hova? Telefonomra, a amikor a megkaptam 12 éves koromba. Nem emlékszel? Neki zugorbozsó, hogy izé... Hát neked még ilyen kis nyomógombos telefon... gombaus telefonod volt, Kamilla. Gombaus? Gombaus.
Figyelj már, Kamilla. 5 évesen majd. iPhone 15 igen. Majd azért csak keresünk már neked valami másik palit, nem? Mit szólsz hozzá? Egyetértek egy kicsit. Hello, keresztapu elvisz téged pasizni. Mit attól szólsz fél mindenki. Még nőt is a tudtás, sose van nőt már, Nikó. Találunk neki valami normális. Tényleg 10 év alatt lett valakid? Hát kétszer elváltam. Kétszer elváltam? Majdnem lett egy gyerekem, szóval... Hazudik. Hát inkább maradok az ilyen kúrópajtásokat. Mi csak a szájába raktad, vagy mi? Vicceltem. Hát én beraktam mindenhova is, ahova csak befért. Meg most szabadultam egy két meg mi az, hogy nincs beiratva még iskolába? Hát mert kivettétek az iskolából. Igen, Koala Régó. Másik iskolába nem irattátok át, igen. Nem leszel magántanuló. Te már az vagyok. Nem leszel az. Be fogunk iratni iskolába. De, anya... Magántanuló, Zsugorbozsó. Magán... Hónap, egy hónapja már elintézted nekem. De nem leszel az, mert szocializálódni kell, nem úgy, mint apád. Hát komolyan akkor Kamilla, be fogsz menni? Akkor ugrik a és mész te is iskolába. Anyád így döntött, fogadd el. De én nem akarok. Kamilla! Milka? Ja, Milkát megtalálták az igazi szülei. Micsoda? Igen. És hát az apukája, mert az anyukája ugye megvan. Az anyja az kormos volt, de mondjuk a faterja is, de az túlélte. De ez már 8 éve volt, Zsugorbozsó. Igen. És csak 2 évet volt velünk? Igen. Hát nagyjából nem is tudom pontosan mennyit, de én úgy emlékszem, olyan elég volt már, Zsugorbozsó. Nem nőtt meg, Kamilla, csak pont a mai hát, ha szeretnél csomiba beülni. Előre az időben. Akkor nagyon szívesen. Minek vezessek? Aha, léci. Az unikorn. Csak sírni kell. Jövőre lesz a jogsim, anya. Nem. Elintézed nekem, léci, kérlek. Amúgy is 2 év múlva lehet. De nem. Jövőre nem. Szeretnék. Nem. Jövőre el tudod kezdeni, de... Aj. Arra a pénzünk, Zsugorbozsó. Igen, egyébként, ezt én is hallottam. Na az inka kincsekből, amit találtunk, emlékszel? Jó, de akkor sem. Hát milliárdosok. Nem. És, hogyha meghal, baszhatod a kincseidet. Hát te a legjobb oktatóhoz iratnám. Hozzám? De hú, rendes, hogy rám gondoltál. Téged is apád a legjobb oktatóhoz iratott. 2 nap alatt meg volt a jogsid, és látszik én is maga rajtad. Volt, ez, mi? Én maga vagyok nem a, te, az oktató. Nem te, hanem a Zsugorbozsó. Ja. Hát mondjuk az is igaz. Megkaptam a nyugdíjat. De már köszönöm amúgy fejlődött képes, fejlődő tendenciát mutatottam úgy a cukros hordód az elmúlt 10 évben, mert amúgy megtanult vezetni, hál' Istennek. Kicsit lassan ment, érted? De mit? Áramot, vagy mit? Most nem, írta, nem, azért már megtanult vezetni. Most írt a Krempa miniszter úr, hogy ott van már. Miniszter úr a Krempa? Hát persze, ő vezeti a várost. Ja. Akkor azért ilyen kihaltak az utcák. Ő adja a kitüntetést. Igazából. Nekem valami bajom van, Zsugorbozsó. Ó, semmi baj, Zsugorbozsó. Biztos egy kicsit rosszul aludtál, és rosszat álmodtál, vagy én nem tudom. Azaz, igen. Jó napot, Krempa miniszter úr! Jó napot, sziasztok, miniszter úr! Sziasztok! Jó napot! Hogy van a kedves egészsége, uram? Jó napot! Hát nem valami szia, Krempa! Szia, Dorcika, drága! Úristen! Jó, hogy jöttetek! Hoztam egy oklevelet számotokra. Bemenjünk akkor? Menjünk be, gyere, meghívunk valamire, meg majd a fotót ugye meg kell csinálni. Itt van Krempa bácsi. Kamilla. Jaj, szia Kamilla, csak rég találkoztatok, nagyjából egy 6-7 éve. Igen, volt. Akkor még kis pelenkás volt. Akkor még jobban nézett ki. Ugorja Krempa pöllibe. Kicsit szemtel. Nem szabad, Kamilla. Jói! Jaj, a derekat! Jaj, Istenem! Jaj, de megnőttél, így, de nehéz le. Jaj. Jaj, Istenem! Fáradjunk akkor beljebb. Miniszterelnök úr. Igen, miniszter úr, azért valami. A hallókészüléke kicsit vegye lejjebb. Húzva. És ez még a régi, úristen, de kopottak igen, a falak. Igen, de jövőre már megkaptuk a támogatást, és felújítjuk. Igen, lesznek. Kicsit már ódivató, már kiment a divatból. Ez az öreg szagít. Kicsit már gáz, szerintem.
Szuper. Hát az elmúlt időkben. Kicsit már ódivatú, azért már illene lecserélni, hát ez is már hogy néz ki. De azért még a fotót itt meg tudjuk csinálni, Krempa miniszter úr, ugye? Persze, persze. Jó, hogy jöttetek, nagyon mert büdös van. Szia, a 10 éves jubileumi ünnepség miatt szeretnék átgyújtani nektek egy oklevelet. Egy pillanat is jövök. És ez itt mindenki, aki megjelent? Hát, vagy neked, Dorci, vagy a Benton? Hát nekem. Hát a többiek sitten vannak. De hát akkor tudnod kellene. Dorcika, neked szeretnék gratulálni elsősorban, hogy 10 év alatt ennyire el tudtatok terjeszkedni az államba. Hát nagyon eltelt az idő igazából. És át is gyújtanák neked akkor. Köszönöm. Köszönöm szépen a követést, hello. Köszönöm. Parancsoljál. Köszi jól. Gyorsan írok is itt a miniszterelnöki aláírással. Úristen. Most figyelj már, milyen betegségeid vannak rá, ilyesmi. Semmi? A köszvényem van. Köszvény, értem. Én nekem meg szerintem amnéziám. No, hogy csak Kamilla. Nem igen. Tudom, megnőtt a lányom. Ide megyünk majd 10 éves az Unikó. Itt is terjeszkedni fogunk. Nem tudom, Zukorbozsú is ráncos, én is. De csak egy kicsit. Mazsinak lóg a csecse. Elmegyünk nyaralni egyet. Én nem is lóg. Jó, de te... Hát a Kamilácska jó megnőtt azóta. Persze. Szeretettel meghívunk a 10 éves bulinkra. Nem sokára majd szervezzük. És majd a jövőre lesz megnyitója a kanadai klubunknak is. Kanadai? Megvannak a tervek. Igen, hát most írtam e-mailt a Colorado-ba is. Oda ja, is igen, Nico Colorado-nak a vezetője lesz. Na, gratulálok. És igazából a Kanadába miniszterelnök úr majd azért. Igen, majd lesz egy hétvégi kiruccanásunk azért. Nagyon szuper, örülök neki. Hogy az nem Vanilla Klub, hanem Vanilla Klub. De. Ja. Hát de ez ugye ilyen franchise lett, Krempa, neked mondom, mert te még nem tudod annyira... Azt házi majdnem, bulik az... vannak még, Dick? Micsodák? Házi bulik, Krempa. Hát már öreg vagyok, már nem érek rá ilyenekre, meg már nem is áll úgy föl nekem se, ahogy az előtt. Majd hozok kamagrát. Hát adon a ször nekem se. Már meg is rendelem itt a dolgokat, lefoglalom itt a szállást. De már nagyon tudsz rendelgetni, Nikó. Az önkormányzatnál, hogy nem érek rá sajnos. Eddig meg a fertőzés óta telefont. Elveszem. Telefonod. De apa! Szólj már erre a zsidóra, hát nem igaz. Hogy beszélsz vele? Hogy beszélsz, Kamila? De mindig engem basztat. Kérjél tőle bocsánatot? Nem kérjél tőle bocsánatot. Kérjél tőle bocsánatot. A kurva anyás, Kamila, gyere ide. Én töröltem a seggedet mindig. Az Dorci, egy 5-6 év aztán a lányod átveszi tőletek a boltot. Igen. De nem foglak megvédeni, kérjél tőle bocsánatot. Hogy beszélsz vele? Nem. Igen, kérjél bocsánatot. Nem. Ha ő nem aktivizálja magát az alatt, az egy perc alatt, te most nem lennél. Az biztos. De nem egy perc. Hát, látszik rajta gyors tüzelő. Hey! Tudok már csak ilyenek. De Kamilla mégis okos lány lettél. Hát az anyának köszönhetem. Jó, akkor még két hét, Kamilla. Még két szobafogság. Így van. Úgyis kiszökök. Haha. Hogy szöksz ki. Majd figyelj. Rácsolom. Úgyis ízei tele vagyunk, mert... Ja, Krempot, nem tudom, elmondjuk neki, hogy... Mit? Találtunk valamit. Mit találtatok? Semmi, Kamilla. Igen, tényleg voltunk tegnap a izénél. A... kirándulni. Ilyen mocsárnál. Nem, mert az 10 éve volt, Krempot, 10 éve. Nagyjából. Aj, mondom, amnéziás vagyok. Kicsit Zugorbozsó, ma rosszul kell, de... Na igen, nagyon fura. Ma rosszul keltem. Hát igazából akkor 10 éve rosszul kelek, mert nem is emlékszem az elmúlt 10 évre. Hát az szomorú. Valaki meghalt közülünk, vagy valami történt? Hát egy hónapja apukám, de tudod. Most folynak a sitten vannak. Most folynak az örökösödési izék, bíróságom, tárgyalások. Uh-huh. És hát valószínűleg a végrendeletében ti voltatok, szóval én nem kapok egy fityinget se, de... Úristen. Hát ezen meg se lett. És el se köszöntem tőle. De. No. Hát ott fogtuk a kezét szegénynek. A végén no. Összeköltöztünk. Jó, hogy pizsamába meg ágyba. De mibe halt meg? Hát... Szívroham. Nem. Fogadjuk meg át a szívem. Elfertőződött a műzéje. Levágták a fitymáját, és ott neki.
A tűz szinte részvét. És te körülöttél van betélve? Pedig csíptem az öreget. Nem, ezek után én nem is leszek. Így ma szepszist kapott az öreg. De igazából kibékültünk az utolsó két évben. Ami később az nem múlik. Utolsó két évben ott lakott nálunk. Mozsi rajtad, aztán nem fog a kurcsinos. Mozsi és az urad, de mi lett? Köszönöm szép. Él még az urad. A Bandi? Ahogy nekem ugye dolgozik, hogy fizessük a rengeteg adósságunkat. Ne, ilyen ne. Mi van, nem jól fizet az unikorn? Ne? Hát én mondtam a Bandinak, hogy szálljon be, mint társtulaj. Érted, terjeszkedésekbe, ő azt mondta, hogy ő inkább Szokor nem. Szokorban én szoktam még táncolni. Hát egyre ritkában, de egyébként tudsz, persze. Óvatosan. Már rég nem táncoltál két éve. A most azt mondod, hogy recsegek? Nem. Cukorbozsó. Nem, csak Cukorbozsó, van elég ügyünk. Nagyobb sege van, mint nekem, szóval. Ügyeket intézni, mit tudom én. Anyunok már nyikorog a térde, tudod? Recsegek. De hát hiszen azt mondta. Kamilla is szokott néha. Abba meg kéne olajozni anyut. Azaz. Kamilla, ne szemtelenkedj. Tényleg Cukorbozsó, még mindig olyan kis baszos vagy, mint régen voltál? Baszos. Hát igen, hogy mindig basznál. Hát, hátra mehetünk az eredményel. Szoktam hallani, hogy recsek az ajt. Mikor hallottad utoljára, Kamilla? Hát egy éve. De te már nem nagyon szeretsz Zsuborzsó. Mármint, hogy kekszelni. Valamiért nem sokszor akarsz. Hát akkor tényleg megöregettem. De miért nem? Koposó, tehát Cukorbozsó, 33 éves vagy, az még semmi. Hétvégén utazunk. És mi lesz még 30 év múlva? Hát 30 év múlva megint utazunk. Hát nézd meg anyukádat, olyan lesz. Ja, kiment. Jó, basszus, elhagytuk anyukádat. Mindig elhagyjuk, elkoborol mindig. Szóval most azt akartam mondani, hogy 30 év múlva elhagyjuk téged is. Nem. Utoljára egy évet csináltuk, Cukorbozsó. Nem, azért nem, hát egy hónapja. Azért a tennisztára. Jó Isten! Jó van. Emlékszel? Akkor átment. Pont mehetünk, ha szeretnéd, gyere csak. Nem megyek. Ja, bocs, Krempa, amúgy itt vagyunk, szóval... Ja, ne is zavart azt, srátok, bolygatok, hogy tudtam. Leülök, azt nézem csendbe. Mit, Krempa? Mit szeretnél nézni csendbe? Hát, ötleteztetek, hogy mentek ide-oda, ezt is azt csinálni. Figyelj már, a kamagrád még nem jött meg, szóval még nem nagyon ficánkolj, értem. Jó, hát nekem már ugye, nem... Ugye, akkor te se szoktál úgy a sokszor. Szia, Tiki, szia! Még azért bírjuk. De múlt hónapban... Igen, még a régi. Hát Bandi rengeteg függet fizet a botoxért, meg előre minden, voltunk szóval... Előre voltunk egy kicsit az időben. Elég már magadnak! Falakavakal! Úristen! Kik ezek, mi? Kattintjátok csak vissza az aranyomat? Micsodát? Micsodát? Nem, most egy lány van. Az aranyaim. Helyette. De milyen aranyat, testvérem? Tavaly benne volt a hírek. Arany sincs rajtam most hirtelen. Jó napot, szerintem nem kell fegyvert tartani egyből. Semmi. Összekevertek valakivel, testvérem. Figyeljetek, ne packázzatok velünk. Körbe C4-eztem ezt a púcirájt. Ha nem kapom meg az aranyat, felrobbantom az egészet. Itt van az öreg úrnál, itt, akinek bot van a kezébe. Az összes nála van. Arany. A nyakában is ott van egy. Maximum a fogam arany, de nincs rám semmi arany. Anya, basszuk szét az összeset. Kamilla, hallgass el, gyere csak ide anyához. Kamilla, de... áramig számolok. Áram, kettő, nem pampogni, ide az aranya. Ez még mindig beválik ez az. De milyen aranyról beszélnek? Szeretnének, uraim. Jaj. Mondtam az aranyamat. Azon kívül. De... Mert nem tudjuk, milyen aranyról van szó. Milyen aranyról van szó? Kik maguk? Mit szeretnének? Adjunk nektek aranyat? A törzsünk ott lakott a mocsárnál, és valaki ellopta az aranyat. Kiderítettük, hogy maguk voltak azok. Ja, tegnap ott voltunk kirándulni. Nem, 10 éve. Ja, 10 éve tényleg. 10 éve volt. Uram, az igazából... Hát mondjam el neki? Hát azt eladtuk. Igazából eladtuk az összeset, és el is költöttük, de... Mennyivel tartozunk, mert van, tudok... Az összesen. Meg tudlak kérni titeket. De hogyha várnak kettő napot, akkor lesz arany ér, mert kialakulóban van az aranyerem. Igen. Értik? Neked is. És lesz arany. Nekem már 3 incses. Plusz egy ér. Azt ki kérdezte. Nem viccelődni. Úristen! Dika, ugye, vagy? Erik már a combomtól. Ezek megőrültek. Jó.
Gyorsanként. Ezek nagyon nem viccelnek. Uraim, menjünk oda szerintem a tánctérre. Nikó elővi a kis család hetet elének maguknak. Tegye le! Cukor Bozsó, baj van. Énekeld el a család nyolcat, vagy mit. Úristen. Kis család hetet énekeld el nekik, Nikó. Úristen, de most fáj nagyon a lábam. Jó, jó, urak, ne gyújtsák fel az egészet. Várján. Fúj de, fúj de! Én felrobbantom. Fúj de, Cukor Bozsó. Újabb. Urak, vissza. De úgy, hogy fő. Menj vissza. Menj vissza. Jó, jó, jó. Menj vissza, mondjadna. Jó, jó, jó. Nem lesz semmi baj. Fújják el nagyon gyorsan. Fújják már el, urak, már ég. Na, vagy lesz valami, vagy elhanyítom. Ez robbanni is fog, nem csak égni. Cukor Bozsó, te leszel a felelős ezért. De nincs meg az arany. Hát eladtuk. Odaadjuk magának a polgármestert. Sokat ér. Milyen arany? Hát akkor robbannak, uraim és hölgyeim. Meg is lobbanni, lobbannóval. Nem! Mit mondott? Nem értettem. Maguk is lobbanni. Lobbanni maguk is. Ne? Úristen. Lobbanni. Ég a kanapé. De lobbanni. Ne csináljatok olyat. Elnézést, urak, beszélhetek kettesben a feleségemmel? Nem. Léci. Menjenek a sarokba. Rigyé. Köszönöm. De nem kurgyalunk. Most... Hát, jó. Akkor mindegy. Igen? Mit csináljuk? Hát te tudod. Azt se tudom, hogy mi történt a geci 10 év alatt. Mit csináltál az arannyal? Cukor Bozsó, most nem vagy formában ilyenkor, amikor te elrabolnak minket. Mi történt a 10 év alatt, azt mondjad? 10 év alatt? Mit csináltál az arannyal? Elkötöttük az összes pénzt. Hát akkor meg most bazd meg. Kifizettük a tartozásokat. Most miattad megfognak. Jó, mert neked villát kellett venni kanál nélkül. Most nem. Akkor... Most akkor... Az volt a baj, hogy... Én mondtam ott a paddában. Izé, nem jó, lenne. Hadd fel magadat. Mondjad nekik, hogy te voltál, te vagy a felelős. Jó, jó, jó. De érted? Akkor vigyázol Kamillára? Én igen. Lesz a szülinapja. Igen. Majd... Izé. Igen. Mondjad, hogy apád gazdag volt, nekik adod az örökségedet. Jó. Úgy sincs semmi. Ez jó ötlet. Ez jó ötlet. Jó. Urak, tudok tárgyalni? Jaj, mennének fel. Jöjjenek. Gyere nagy orró! Jövök. Itt vagyok, Kamilla, semmi baj. Van kettő ajánlatom. Nikó, védd a testeddel? Inkább az téged egyik, hogy, védem. Igazából kimennek úgy, ahogy akarnak. És felrögtöltsük a helyet. Nem, anélkül. Tehát, hogy ilyen semmi atrocitás nem csinálnak. Simán kimennek. Van itt A, meg B opció. Kimegyünk úgy, hogy robbantok. Jó. Vagy kimegyünk úgy, hogy azelőtt mindenki kap egy fejes. Nem, urak, akkor... Másik opció az lesz, hogy én magamra bevállalom az egészet is. Igen, ez az. Légy férfi! Van-e? Ne! Jaj! Na, nyögje már ki, amit akar. Szóval apukámnak a... Ez már jobban hangzik. A vagyonát majd odaadom maguknak, mert most fogok örökölni. De most szokott... azonnal kéne valami. De most azonnal, így helyben! De srácok, ha vártok egy kicsit... Te nem tudod, most tőlmondom. Nikó, megduplázza. Igen, megduplázom. Nagyon nagy befolyásaim vannak, testvérem, szóval meg tudjuk ám oldani. Ne testvérem, ezzé nekem. Nem, de tőlem az. Anya, kik ezek a bácsi? Az Isten fasza se tudja. Sok országban van nagyon sok kis. Kérdezzük azt a kis lányt ott. A csöndbe marad. Na, szóval igazából egy hét múlva tudnánk nagyjából nincs egy hét. 10 évet vártunk. Mi sürgős maguknak? 10 évet? És hogy találtatok ránk egyébként? Hát így fullosztok itt a pénzünkből, az aranyunkból, család ékszereinkből. Mi srácok, hát ezt nem tudtuk, hogy a tieteké volt. Igen, hogyha tudjuk, hogy még élnek a tulajdonosai, akkor nyilván akkor nem raboljuk el. Volna. Mi nem dobáljunk a nyitva az ajtót is úgy. Esküszöm, bárcsak visszamehetnék az időbe is. Amúgy igen, Kamilla nyitva hagyta. Szóval akkor most tudnak fizetni, vagy nem? Akkor most tudnak fizetni, vagy nem? Most nem tudunk. Igen, már is hozom a pénzt. Már is hozom, hát hú van. Itt ugye a tém. Na akkor mellek utánad is, akkor hátul megkezdesz azt az alam. De tényleg, amúgy én meg tudom duplázni nektek. Bármit megadok nektek. Most azonnal akkor duplázzál. Csak ne bántsd a családot.
kérlek. De akkor most azodnak kell dupláznod. Most nem tudok duplázni, egy kis hát idő akkor, kell. Hát akkor, hát nincs idő. Érted, telefonálnom kell, gyújtsa nemrég rájuk. Szabadultam a sitről, érted, nekem még azért ott azért... Még nagyon sok emberrel kell beszélnem, de mondom, de azt nagyon mondtad, nagy befolyásolásod. De azt mondtad, én nagy izéd van, bizniszed, micsoda, befolyásolásod? Vannak, igen. Értelek. Nagyon komoly kapcsolataim vannak, srácok, bármit meg tudok nektek kiszerezni. Kik ezek a mi? Csak kérlek, nem bántsátok. Kik ezek a kintszülöttek? Tudja, gyász. Kik vagytok ti amúgy? Maradjanak csöndbe. Még durran a fegyver. Úristen! Anya, jól vagy! Isten. Na! Úristen! Lobbantás! Köszönöm. Úristen! Jól elaludtál. Jól elaludtál, jó vagy? Mi a helyzet? Fáradtál. Nagyon elmerengtél. Kimelegettem, levert a víz, akkor adjuk el, szerintem. Összekakáltam magam. Micsoda? Mi? Szagoljam meg. Szagoljam meg. Nem is szagolgatod. Valami... Új, ne szagolgass már. Zsugorbozsa, nekem nem kell ez a kincs. Vidd innen. Nem kell, vidd kell, innen. Ahogy nem kéne. De miért nem köszönöm kéne szépen a követést. Hát az előbb beszéltük meg, miket fogunk belőle venni, hogy nagyba izélni fogunk belőle. Nem kell. Van elég pénzünk. Vidd innen, nem kell. Vidd hát el. De nekünk nincs elég pénzünk. Hát te vidd vissza a mocsárhoz, hát csinálj vele valamit. Miből fogom befizetni a nem kell ez nekünk, ez csak bajt hoz ránk. Baj. Igen. Szia, Jama! Gorbozsó, ígérd meg nekem! Megjöttél? Itt voltam eddig is. Nem kell ez nekünk. És hogyha adjuk Nikóéknak és ők izé... Nem, nekik sem kell. Miért? De mi történt? Én nem fogadom. Semmi, ja, csak én nekem is tök jó jönne amúgy. Most akkor csak vegyük fel, mint ékszereg. Nem kell eladni egyből. Majd átgondoljuk, csak vegyük fel. De nem. Hozzá se nyúj. Ja. Nem kell zugorbozsó. Igen. Hozzá se nyúltunk. Itt van nálam. Nem kell, fúj. Ja. Hát nem értem, de mindegy. Hát most de nem kell, mert, nagyon jól jött volna. Ez csak bajt hoz ránk. Ezzel rontás van. Hát ja, jó. Mennék, ne vágy, mindig sokra. Mindig annyit legyen, amennyi kell. Hát kéne egy új kocsi. Ja, most nem néztem kell. Itt a telefonon a háromlábú zsiráfot is megrendelném. Ugye nem kell? Nem kell. Háromlábú zsiráfot? Persze. Miért nem négyet akkor? Hát az... Ha mert az ritkában három, mint a négyet. Legyetek ilyen nagyra vágyóak. Hát akkor én felvehetem és oda tudtam akárnak? Nem. Senkinek akkor... sem. Hát most... Vigyük vissza. Vigyük vissza. Jó. Vigyük vissza az ugorbozsó. Nem kell nekünk. Jó, úgyis folytatni kell a túrát. Jaj, de jó. Nem is igazi. Jaj, de jó. Szerintem. Na, most akkor ezért kell visszajönni. Na, akkor majd azután mehetünk a Gucci store-ba, vehetek magamnak új rucit.
Hát de legalább akkor tartsuk már meg, hogyha most megint túrázni kell menni. Jaj! Meghalnánk. Meghalnánk. Köszönöm. Meghalnánk. Rosszat álmodtam. Vezessem? Most semmi baj, Zsugort Börzsó. Nem történt semmi. Nem találom a kilincset. Azt, hogy egy hónapig nem basztunk, meg egy évig, meg ilyenek. Ja, micsoda? Hát ki se bírnánk Zsugort Börzsó. Zsugort Börzsó. Már zavarba is jöttem. Zsugort Börzsó. Hirtelen. Nem basztunk egy éve? Lehet majdnem a szívem. De ez honnan jött, Zsugorbozsó? Hát azért csak csináljuk azért. Hát lesznek sok gyerekünk. Azt álmodtam, hogy 33 évesek vagyunk. Tényleg. Igen. Miért akkor egy évvel előtt? Sráncos volt ez Zsugorbozsó is, mert... Mi? De köcsög. Ráncos volt a fizikája. Zsugorbozsó csak 23. Igen. Ráncos voltam. Igen, te is, meg én is. Ó, te biztos szép voltál, Zsugorbozsó. Nem, mert botoxoltattam. Ó. De hát a botoxtól szép maradt. Nem szép. Köszönöm szépen a követést, hello! Mazsinak lógott a csöcse. Ja. Nikó a sitről szabadult. Szép, hát az most is lóg. Sitről szabadult? Igen. Kamilla meg már fiút hozott oda nekünk. Mi az udvarlóját, és egy ilyen lepukkan csávó volt, és akkor azt mondta neki a Mazsi, hogy ez jó. Úristen. Jó, hát a Mazsinak jó a lepukkan bandi is. 30 értem. Éves korán, ja, biztos nem és Krempa miniszterelnök volt. Ez jó! Aha! Ez reálom volt, Zsugorbozsó? Igen! Szűz! És elvittek minket a... Elmentünk az Unicornba, mert akkor volt 10 éves az Unicorn, és... Ja. Zsugorbozsó! Sok egyébként. Megkerestek minket az indiánok a kincs miatt. Úristen! És megöltek minket. Meg indiánok. Indiánok, de hát indiánok nem léteznek indiánok. El. Akkor gyorsan sietsünk. Tesomszki. Jó, de hát azok már kihaltak, nem? Hát azt mondta a műkincskereskedő is, hogy 2003 éves. Én is indián vagyok. Ja. Én bevándorló. Tengeri cigány. Ez hülye. He, Nikomig a mocsári. Nikomig a mocsári. És Zsugorbozsó, nem kell nekünk. Á, jó. Ez mi volt? Extrém sofőr vagy. De jó volt. Isten, itt vergődök a csomagtartóban. Kamillának csávója volt, be volt festve a haja rózsaszínre. Rózsaszínre? Az a rózsaszínre? Volt a divat? Fehér és rózsaszín volt, és ki volt fehéredve, annyi púder volt rajta. Kamillán. Ja. Hát biztos nem engedjük meg neki, hát Zsugorbozsó, azért az túlzás, meg a pasija is. És mindig neked, hogy nagy orrú. Hát azt mondjuk most is szoktam mondani. Ilyen Roland, köszönöm szépen, jól. Hát mondjuk hát igen. Csodálom. Meg zsidózott téged folyamat, apukád egy hónappal ezelőtt halt meg. Micsoda? Meghalt? 10 éve, igen. Jaj. Vagy 10 év múlva. Jaj. 10 év múlva, Zsugorbozsó. Ne jelzgesz, Zsugorbozsó, hát meg fájdul a szívem. Úristen, te jövőbe fiatal. Látsz. Igen, és tudod, miben halt meg, hogy levágták a fitymáját, és elizélődött neki, üszkösödött. Ó, akkor nem szabad az enyémet levágni. Á, pedig le kéne. Zsidó vagy. Zsidó hát igen. Már nektek és Pandi dolgozott. Sokat dolgozott, mert eladósodtak. Igen. Ja. Az igen. Mondjuk szerintem keres másik, ez valami gazdagabb palit. Jó, igen. Hosszú álmod volt, Zsugorbozsó. Nekem mondod? Itt a hívjességet álmodni. Biztos te láttam magam. Itt kellett volna lemenni, már tényleg, bocsánat. Nincsenek ott a tengeri herkentjük? Nincs ott senki, hát ez egy kihat környék. Ennék már egy figyelj, kérdőjük burkás. Úgy találkoznék már egy spongya bobbal, végezni vacsos Johnnyval. Hát én Patrikkal vagy tűnye csáppal. Jaj. Jújjúj. Semmi baj. Jaj. Urolom a helyzetet. Mit csinálsz? Lukás, Laci, Bodda, rá urai vagyunk. Azaz. Jó, de most ne kelljen ma annyit sétálni, menj majd a kocsiból. Jó van. Kiesek a kocsiból. Dik, hol mész te? Mi ez? Mi történik? Hát terepjáró, hát állj már le. Hát de hol mész? Hát vergődök a csomiba, mint a hal. Ja, hogy te nem lesz semmi. Kitüntetést hát, adott nekünk a Krempa. Tényleg? De rendes. Mifélét? Hát ilyen miniszterelnök. Ez nagyon részletes állam volt, Zsugorbozsó. Jaj, megint a mocsár. Havi rózsák. Lehet inkább még sincs kedvem, Zsugorbozsó, kirándulni. Aki nem lép egyszerre, nem keprétes testére. Futóverseny itt a izébe. Mocsárva. Úristen. De nem gyertek. El kell ásni. Erig, azt hittem kiásni. Amúgy tényleg elkéred, akkor már egy kis főüdet. Hogy. Ás, dolgozz, fekete... De, na, fekete munkás.
Bocsi, én csak ezt találtam, ne haragudj. Jó volt. Na jó, hát az ásot azt már csak itt hagyom, nem? Ne hagyd itt, az hagyd itt, hagyd itt. Hát koszos ásó, iszapos, elég üdös ásó, kinek zukorbozsó, felveszük. Mindegy, hát ott lesz majd mellette a csomagban. Jó lesz. Ja, meg két évet volt csak velünk a Milka, utána megtalált az igazi apukája. Ú, basszus. Nem már, hiányozni fog. Már úgy hozzánk szokott. Két évig. Igen. Nem, ja, annyi, nem válik minden valóra. Annyi prigősiás dobott már rá nagyon. Köszönöm szépen a követést, hello! Micsoda? Remélem nem válik minden valóra, mert azért havonta zegzelni az azért... Azt mondta Kamilla, hogy egy éve hallotta akkor, hogy nyekergett az ágy. Igen. Igen. Lehet máshol csináltuk. Nem tudom, te is nagyon ki voltál éhezve, azt mondtad, hogy én mindig azt mondom, hogy nem akarok. Micsoda? Hát meg magántanuló akart lenni, a kis Csitri. És te meg megengedted neki. Én? Mit én engedett meg neki? Hú, basszus Zsugorbozsó, még jó, hogy nem csaltalak meg álmodba, vagy ilyesmi. Hát az is eljön majd. Ne! Oszt akkor hát nem akkor lesz tényleg figyma. Hí, basszus. Akkor még nem, hogy figyma nem lesz. Hanem kolbász se. Baj mondjuk van? Akkor lehet valami jót álmodtam volna, és nem így kelek fel, ami. Jó. Köszönöm. Sajnálom. Zsugorbozsó. Zsugorbozsó. Én most meg akarlak ölelni. Aha. Azt hittem megint baszhatnálkodva. Semmi baj. Ennek állandóan az van. Azt hittem azt mondja, most magamébe akarlak tenni. Várjatok már, hát rossz támadjuk. Most is emeljek közé. Így van, Bálintka. Így van. Megenként. Rossz volt. Ja, hát addig jó, ameddig azokat a légzsákokat szereti, érted? Sajnálom. És Kamilla kis cicis volt. Igen, az egészbe. Egyszer az lesz, ha majd 30 éves korára. 30 éves korára már nagy csöcsei lesznek. Mit beszélsz? Szemet hogy kiveri. Beszélsz Kamilláról? Hát akkor váglak. Menjünk a léghez. Hát 30 évesen már érett nő lesz. Ki fogja szúrni a szemedet az 14 évesen, ne idegesítsél már, Nikó. Nem, 30. Ja. De a 10 év búva még csak 14 éves lesz, Kamilla. Hát jó, de Benton már itt nyomta itt a izét. Jó, de hát most miért mondod neki, nem tudja matematikai jól kiszámítani. Hát amúgy az a másik. Kéne egy tankoló helyiség. Nikó, megtankolsz nekem? Én alig elmegy pisilni. Persze, elvileg itt kéne valahol lennie, majd jobb oldalt. Hát, hogy följebb van. Vagy már elhagytuk? Ja nem. Feljön van most. Az éppen meg tudod szerelni Palatóba. Hát jobban megy szokott most? Hát igen. Akkor jó. Semmi baj. És Kamillának... Kamilla már menstruált, úristen. 10 évesen. Mennyi? 10 évesen menstruált, és 14 évesen meg már lefeküdt valakivel. Mennyi? Atya ég. Ezt hallgass meg. Holott hát ez még, kamu. Holott te még 22 évesen is szűz voltál. Az biztos. Mármint, hogy... Azt mondja, az biztos. Megtankolsz, Nikol, légy szét gyorsan. Egy pillanat is. Jó. Várjál, Jamalkám, meg kell etetni a lovakat. Mert csak 12 liter van benne, bazd meg. Hát hogy lehet ez? Ezt a felelőtlenséget. Pedig hányszor mondtam a cukros hordónak, ha már ilyen autót veszel, vegyél mellé benzinkutat is. Te beszélsz, neked az összes kocsit BMW. Hát jó, persze. Én szeretem őket amúgy. Gyere. Na? Anyád! Ezek már, hogy legyen. Ti! Benton felszívt az kocsi, orrával gatya? A kocsi. Felszívt az orrával a kocsi. Vettem izét. Jaj.
Hova lett a kocsid? Hát szerintem hívjunk taxit. Az baj. Na jó, hát akkor gerendásig futni van szerintem. Sziasztok. Nincs közel? Na várjál, nincs itt a... Nincs. A basszus. Nincs. Szóval... Nem tudom. De akkor gyorsan szaladsz, ugye? Igen. Nagyon gyorsan? Talán. Jó. Hús! Nagyon ki vagy hízva. Az itt a baj. És a jövőben szebb voltam, és vékonyabb, és okosabb. És öregebb. Köszönöm. És ősz. Ősz? Igen. 30 évesen őszülök. Nagy őszszakállad volt. Micsoda? Hosszú. Jaj. Be lehetett fonni. Úristen, zugorúzsó, akkor valami ízé? Ilyen büdös öreg szagod volt. Ami kozmetik. Ilyen pisi szagod. Meg ilyen ízé, fokhagyma. Ne. Igen. És tényleg nem volt több gyerekünk. Én többet akartam. Kettő volt. Nem lett egy foci csapattal. Pedig azt mondtad. De még akkor változtatunk ezen, hát ha... Elfáradtál cukrokodból. És Kamilla folyamat visszabeszélt. Mint most. Sziasztok, igen. Bevigyelek titeket? Á, jó lenne, szia! Ú, hát az igen, köszönjük. Ó, de kedves. Erre kinyitom nektek itt az ajtót. Köszi. Köszönjük. Szívesen. Lehet büdös a lábam, úristen, tegyél az ugorba, Zsó. Gyere, te. Várjál, lehúzzam a cipőret? Ez jó volt. Hát akkor ez izé lesz. 8-as korterem. Basszus. Jó vagy? Jó vagy, cukorborsa. Az baj. Hát rendőr uram, akkor szerintem ez egy korterem. Oké. Okay. Megpróbálok lassan menni. Á, most már nyomhatod neki. Most már mindegy. Látsz az úton egy négert, őt nem kell felvenni. Ja, őt megvegyük pár fő. De fontosabb Zsori, a kórház. Jamal futhat most. Majd biztos uram, majd legyen már szíves itt a négusért visszafáradni. Zsoro, ja. Minket tényleg ott hagytuk? Majd lemegy a izére. Írok neki. Semmi baj. Ja, jó. Ja. Szegény zsugorból. Írod, hogy innokot. Parancsoljat. Köszönjük szépen, biztos uram. Köszönjük. Minden jó. Ja, várj. Isten áldja meg. Hoppá. Nem. Ne írj reportot. Anyu! Zsugorbozsó, ezért faszolsz. Ha. Lett egy megérzésem, méghozzá az a fajta megérzésem lett, faszolni. Hogy na, faszolni fogsz. A kórházba. De miért? Hát... Azt én nem tudom, csak volt egy ilyen látomásom. És a látomásomban pontosan láttam azt, hogy magzott pózban fogsz feküdni, és könyörögni fogsz az életedért. Beszarva, behugyozva. De én csak fogtam zugorborzsót erősen. Azt mondja, a húzat kivitte, szegény. Az, igen, a húzat volt. Jó, hú, erről eszembe jutott valami. A húzatról. Jó van az, belefér. Itt vagyunk, ne aggódj. Itt vagyunk. Vigyázzunk rád, ameddig meggyógyulsz. Na, ez már nem derül ki koala, hogy mi történt a Dávid. Jól ott hagytatok helyet. Köszönöm. Hát fontos kórházi esetünk. Köszönöm szépen. Most először mondom el. Most a rendőr úr vezetett, nem mi. Hát is nem szóltatok neki, hogy álljunk meg? De szóltunk. De azt mondtuk, hogy nem szeretném neked. Én hallottam, azt mondja, hogy nem kell engem felvenni, hallottam ám. Nem, azt mondta a rendőr úr rasszista volt, és azt mondta, hogy nem szeretem én is sokat. Jó, persze. Annyi minden most változik, most ezt megbeszélnem vele. Nem biztos sem. Mikao mondta, hogy ne vergyen föl. Hát azt mondta, a kórház fontosabb, mint a négy.
Házolít, mint a víz. Na Dávid, jó jártál. És mi lett veled? Te meg mit van zer, kocsi? Szia, szia. Most engem miért bántól? Mert van zer vagy. Nem szeretem a van zerokat. Egy meg a hazugokat. A rollernek ugye nem lett baja. Egymást is sétek. Elég volt, gyerek, álljatok le. Hallgass már, dukkul ezt a mikrofont magadnak. Szégyelled magad. Zugorbozsó! Igen. Szia! Yeah. Szia! Akkor jó, látom, jó megnőtté. Egyre feketé vagy, Jabba. Igen. Haszabú, Jabba. És anyukád is ott volt, Zugorbozsó. Hol? Igen, szottyat vénasszony. Tinderezett, és a Kamilla segített neki tinderezni. A mam... Kamilla? Igen. De Kamilla honnan érted hozzá 14 éves? Hát gondolom, hát ha már 14 évesen megbasztál... Érted? Hoztam autót. De ilyen nem lesz azért. Majd jó, megneveljük a kis... Autót? Legalább olyat elmondta hoztál nekünk. Volna, ami autó. Na, az mondjuk pozitívum. Igen. Akkor jól neveltük. Hát ez csomi lesz. Hát igen, Nikó. Miért nem autót hozol? Jamal, miért nem veszel amúgy egy kocsit? Jadik. Hozol ilyen fosterágyát, azt nem tudom. Jó, na, milyen jó, ki lenne? És ki lenne? Mi? Mondd ki még egyszer. És ki lenne, oda van írva. És ki lenne? Aha. Line. Olyan fura hangja van, biztos jó, mert neked vagy duratjuk, tesszük. Igen, mivel dupla turbós. Ja, értem. Nyitott rendszerrel alatt, tudod. Jó megy a faszodnak, nyitott rendszer. Yeah. Hát igen. Csöves BMW-ben ilyen nincsen, tudod. Ez egy skiline. Skiline, igen. Hát igen, azért van skiline. Jó, jártál, Dávid. Jobbul lehess. Mert nem sok van a suliig, addig hát, ha jobb lesz. Ne is juttassam eszetekbe a sulit. Ő, hogy rotyog az a szarkupac. Dopártyán beszakad. Jó, de kirendulás. Adjál már egy cigit. Én nem dohányzok. Valaki adjon már egy cigit. Mert... Szotyid van, Jama. Szotyi a szikőbe. Kiesett a zsebemből. Hát... Attól függ. Mondjad. Attól függ, adni akartam egy bombon, de le van járva. Az csúnya dolog lett volna. Igen. Úgyhogy inkább nem. Köszönöm. Köszönöm szépen a követést, hello. Na. Akkor mit adjuk? Zsa. Várjál csak, Jama. Ó, no, majd ott van az... Valami? Adjál csak egy igen, kis szót. Igen, annyi akartam valamit. Pillanat. Én is adok kitapogattam, neked. Ott van a zsebedbe. Terna tapogas. Te puzzi, hogy itt adjál már egy kis szót. Nincs a padon, nézd meg, hogy sajnálja, hogy itt. Ahogy na. Én, te fiú. Még csak mit adok? Tessék, adok már neked egy szotyit. Igen? Mit adsz? Csak be macska. Kis nyitom. Meg? Virágot a virágnak. Volt benne egy izé. Matrisza. Arany matrisza. Vegyél meg ki a kocsit, nagy Jamaléval menjünk. Jó. Na. Bár amúgy tényleg ne befogja már a benzin. Igen, azért volt. Jó van. Én mentem, sziasztok! Szia, Mazsi! Szia, Mazsi! Yeah. 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 Hello! Hello! Ó, tényleg megyek én! És hova lett ez a nagy orró? Hello! Hey. Ja, Mazsi megy! Ez meg halk, hagyja, ez halk! Jó. Oh. Az komoly! Nikó, jó vagy? Tényleg az ilyen robbanós valamiktől. Vigyük Nikót el. Visszük. Csóró. Várj, megkérdezem, jó van? Hey, Nikó, jó vagy? Nem persze. Ha nem úgy néz ki. Sétál a trandom, az 10 év felre. Ez sem lenne. Nem vicces. De amúgy az. De ilyen sorsszerűen... Mik vannak? Ezt a bénát. Atyaik. De gáz. Öngyulladás.
Na, végül is 2 perc alatt 2-szer vagyunk kórházban. Jó, vagy ma. Örülj, hogy az első órában nem volt. Hali! Haló! Szia! Hali! Szia! Nem engednél-e? Én engedjelek el, na várjál. Aha. Lexi, és mi van? Köszörű, bilincs, kulcs. Segítsük levenni. Jó napot, szegény! Ijjélettem. Ó, kösz, így nem tudom használni a kocsimat. Csőt, sziasztok! Szia! Na jó, mam. Csora, Niko! Csora! Berosszult egy kicsit. Szegény. Ezért kellett... Na srácok, szerintem ennyi lett volna. Rédelünk egyet, jó. Legyen akkor a Jocié. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ennyien. Köszönöm szépen a követéseket, illetve a feliratkozásokat. Bum, sakalaka, bum. További szép estét mindenkinek, sziasztok! Kösz még egyszer. Ja, jó, egy. Oh.